A mai videóban ismételten a jQuery-vel fogunk egy kicsit szórakozni, mégpedig a változatosság kedvéért egy menüt fogunk készíteni. Mielőtt azonban belevágnánk, hadd válaszoljak egy olyan kérdésre, amit legalább ezerszer megkaptam már, mégpedig azt, hogy hogyan lehet kettéosztani a Notepad++-nak a kezelő felületét. Nagyon egyszerű a történet, ugye tabokat használunk, és hogyha tabon kattintunk jobb egérgombbal, akkor fogunk találni egy olyan lehetőséget, hogy mozgatás a másik nézetbe, és ebben az esetben már is két ablakban fogjuk tudni írni a forráskódunkat. Bal oldalon fogjuk a HTML-t írni, jobb oldalon pedig a CSS-t. Style.css lesz a stíluslapunknak a neve, illetve be van még húzva egy jQuery, a jQuery latest, és ez pedig onlineba fog jönni a code.jquery.com-ról, reméljük nem lesz vele probléma. Kezdjük is el, akkor először húzzuk fel az oldalnak a vázát, ami bizonyára mindenkinek már nagyon unalmas lesz, mert ugyanúgy fog kezdődni, mint az összes többi. Tehát lesz egy konténerünk. A konténeren belül lesz egy menünk, amit egy unordered listbe fogunk elhelyezni szokás szerint. Ennek adjunk egy azonosítót, ez legyen az, hogy menü. A menü alatt pedig egy contentet fogunk létrehozni. Erre azért lesz szükség, hogy tudjuk majd tesztelni az egyes almenüpontok megjelenését, hogy nem tolják-e lejjebb a szöveget, illetve hogy helyesen fognak-e megjelenni. Mivel az egyes menüpontokat egymás mellé szeretném mozgatni, ezért ugye szükségünk lesz a flótolásra, viszont a flótolást azt föl kell, hogy oldjuk majd. Erre nem fogunk most egy külön klaszt írni, hanem egyszerűen egy lokális style-ba rá fogjuk írni azt, hogy clear boat. Ezzel fogjuk feloldani a menünek a float tulajdonságát, illetve az URL-en belüli egyes elléknek a float tulajdonságát. Az egyes menüpontokat azt ugye ellétegek közé fogjuk tenni, hozzunk létre mondjuk 5 menüpontot, és a menüpontokat azokat pedig ugye altegek közé tesszük, mert linkelni fognak, akkor célszerűen inkább ebből duplikálok le 5-öt, és akkor szerzünk valamilyen szöveget az egyes menüpontok címkéhez. A lorem ipsum az teljesen megfelelő lesz, innen kiválasztunk akkor néhány szót. És ugye az lesz a különbség az egyes menüpontjaink között, hogy lesz köztük olyan, amelyiknek lesznek almenüpontjai. Ezt mindjárt kiválasztjuk, hogy melyik menüpontokat fogjuk almenüssé tenni. És azoknál az lesz a különbség, hogy nem altegeket fogunk használni, hanem valamilyen egyéb teget. Ha most megnézzük a böngészőben az eredményt, akkor nem fogunk semmi extrát látni, csak egy szimpla számozatlan listát. Mondjuk azt, hogy az első menüpont az legyen almenüs, illetve legyen mondjuk még a negyedik menüpontunk, aminek szintén lesznek almenüpontjai. Mivel ez egy almenü lesz, ezért a menüpontnak a neve az alapból nem fog linkelni, hanem alatta lesz egy szintén számozatlan lista, tehát ezt is URL tegek közé fogjuk tenni, ezen belül pedig ugyanolyan altegeket, illetve ellétegeket fogunk használni, mint máshol. Közben viszont elvesztettem a vágólapról kedvenc lorem ipsum szövegeimet, amiből az almenüpontoknak a szövegeit is ki fogjuk válogatni. Ebből is akkor bemásolunk néhányat, és az egyes almenüpontokat akkor célszerűen div tegek közé fogjuk tenni. Ezt a menüpontot, tehát amikor itt vagyunk, hogy az ellén belül ugye a fő menüpontunknak a nevét, az div tegek közé fogjuk zárni. Használhatnánk a spawn teget is, azonban a divnek a használata előnyösebb, mivel a div az alapból blokklevel, a spawn pedig nem. Csináljuk meg akkor a másik almenünket is, tehát ezt a menüpontot, neki is lesz akkor egy almenüje, ugyanezt az almenüt bemásoljuk, és akkor a contentbe is tegyünk néhány bekezdésnyi szöveget, csak azért, hogy könnyebb legyen majd tesztelnünk a végeredményt, tehát akkor ide is bemásolunk egy kis szöveget, teszünk bele egy H1-es teget, hogy legyen valami címsorunk is, és akkor beszúrunk egy pár bekezdést, és akkor talán el is készültünk a HTML-ünknek a vázával, tehát hogyha most frissítjük az oldalt, akkor már is látni fogjuk, hogy megjelentek az egyes menüpontjaink, és az első, illetve a negyedik menüpontunk alatt almenüpontok találhatók. A következő lépésben kezdjük el akkor megírni a CSS fájlunkat. Első lépésben globálisan az összes elemnek a paddingjét, illetve a margin értékét azt levesszük nullára, és a következő beállításokat pedig a bodyra fogjuk alkalmazni. A háttérszín az legyen szürke, kicsit fölnagyítom, adjuk meg valamilyen alapértelmezett betűtípust, válasszuk ezúttal az Arial-t, adjuk meg egy alapértelmezett betűméretet, 11 képpont tökéletes lesz, illetve állítsunk be egy felső margint, hogy a bodynak a felső marginja az legyen 30 képpont mondjuk. Ebben az esetben az összes margó nulla lesz, kivéve a felső, tehát itt egy 30 képpontos eltartást fogunk majd kapni.
Van nekünk ugye egy konténerünk, ami az oldalnak a komplett befoglaló eleme lesz. Ennek a szélessége legyen mondjuk 800 képpont, aztán meglátjuk majd, hogy hogy fog kijönni később. Adjunk erre is egy margint, fölül ugye nem kell semmi, két oldalt használjunk automargint, ezáltal középre fog kerülni a teljes tartalmunk. Következő lépésben akkor kezdjük el a menünket felhúzni, tehát volt egyszer egy olyanunk, hogy UL, ami egy számozatlan lista volt, tehát egy unordered list, és a menü nevezetű azonosítót adtuk neki. A menün belül nekünk lesznek egyszer különböző div tegek, illetve lesznek li tegek. Ezen kívül az li-ken belül is lesz nekünk egy UL-ünk. Ez ami ugye az egyes almenüpontokat fogja tartalmazni, tehát az összes menün belüli, li-n belüli UL, tehát hogyha ezt most megfigyeljük, akkor ez a menü, ez az li, ez pedig az UL, tehát az egyes almenüpontokat fogjuk ezzel a szelektálással megkapni. Illetve szükségünk lesz még egy olyan szelektorra is, ami az egyes almenüpontokon belüli li-ket fogja majd nekünk leírni. Az első lépésünk az lesz akkor, hogy eltüntetjük az egyes almenüpontokat, ezek ugye az li-n belüli UL-ek, ez pedig a display non beállítással fogjuk tudni megtenni. Ebben az esetben már is látni fogjuk, hogy eltűntek az egyes almenüpontjaink, viszont ha nyomunk egy kivizsgálást, akkor a forráskódban azért látni fogjuk, hogy továbbra is ott van. Az, hogy ezek az egyes almenüpontok mikor jelenjenek meg, ezt majd a jQuery-ben fogjuk megvalósítani. Menjünk akkor tovább, azt mondtuk, hogy az egyes menüpontok azok egymás mellé fognak kerülni, tehát rátesszük a float left beállítást, ekkor már is egymás mellé került az összes menüpontunk. Ugye számozatlan listáról van szó, viszont felsorolási erre egészen biztosan nem lesz szükségünk, tehát a listát azt kapásból kikapcsolhatjuk. Ekkor eltűntek a felsorolási jelek is, és akkor egy kicsit formázzuk meg most a menünknek a kinézetét, valamivel nagyobbítsuk meg az egyes menüpontoknak a feliratát, tehát a font size-t azt nyomjuk fel mondjuk 14 képpontra, hogy egy picit nagyobbak legyenek a betűk, és akkor állítsunk be egy alapértelmezett háttérszint az egyes menüpontjainkhoz, ezt ugye a background beállítással fogjuk tudni megtenni, én pedig itt kipuskáztam közben, hogy milyen szín az, amit használni fogunk, ez egy lilás háttérszín lesz. Az egyes menüpontoknak a színét azt fehérre fogjuk állítani, figyelnünk kell azonban arra, hogy nem csak altegek vannak a menüpontokon belül, hanem ugye divtegek is. Éppen ezért létre fogunk hozni egy újabb beállítást a CSS-en belül, ez pedig azt fogja nekünk megadni, hogy a menün belüli egyes divek, illetve a menün belüli egyes altegek. Tehát a menü, és azon belül pedig az altegek. Ezeknek a betűszínét szépen átállítjuk fehér színűre. Ha ezen megvagyunk, akkor elvileg a div és az altegek a menün belül fehérre fognak változni. A divben található szövegek ugye alapból nincsenek aláhúzva, viszont ugye az altegeket azt alapértelmezés szerint aláhúzza a böngésző, éppen ezért most elérünk egy text decoration non beállítást. Ebben az esetben az altegekről is el fog tűnni az aláhúzás, és akkor megyünk tovább, a következő lépésben pedig azt fogjuk beállítani, hogy az egyes menüpontjainkon legyen némi eltartás. Ezt egy paddinggel fogjuk elérni. Teszünk rá egy olyan paddinget, hogy fölül legyen 10 pixel, két oldalon pedig 30 pixel. Ekkor már is megkaptuk az eltartást, viszont az altegeken ugye nem lett tökéletes az eredmény. Mégpedig azért, ugye, mert a div az alapból blokktípusú, viszont az alteg az nem. Éppen ezért ráteszünk egy display block beállítást, ami ugye a divre már nem fog külön semmilyen változást eredményezni, mert a div az alapból blokktípusú, viszont semmilyen különösebb problémát nem fog eredményezni az, hogyha még egyszer ráírjuk. Blokktípusúra állítjuk, ebben az esetben már is az altegjeink is ugyanúgy fognak kinézni, mint a div tegek. A következő lépésben megnézzük, hogy hogy néz ki a könyvtár struktúránk, ugyanis én létrehoztam itt már három képet, itt látjuk az elnevezésüket, hogy arrow down, arrow right és arrow up. Ez mindössze annyit fog takarni, hogy egy nyilacska, aminek háromféle állapota van, tehát van egyrészt a lefele mutató, a jobbra mutató, illetve a felfele mutató állapota. Ezt azért hoztam létre, hogy amikor olyan menüpontokat csinálunk, amiknek vannak almenüpontjai, akkor oda ki fogunk tenni egy pici nyilacskát, egy lefelé mutató nyilacskát, ami jelezni fogja a felhasználónak azt, hogy ez egy almenü, tehát rá lehet kattintani, és további almenüpontok fognak előjönni. Ezért hoztuk létre külön ezt a divet, és erre a divre először is rá fogunk tenni egy olyat, hogy cursor pointer, mert ez ugye alapból nem linkel. Ha most fölé mozgatjuk az egeret, akkor már is látni fogjuk, hogy mutatóval változott az egér kurzorunk,
És még egy beállítást meg fogunk rajta adni, ez pedig a háttér lesz. És a háttérképünk az pedig ugye a lefelé mutató nyíl kell, hogy legyen alapból, tehát egy URL-t fogunk megadni, és az arrowdown.png az, amire szükségünk van alapértelmezés szerint. Ismételgetni nem szeretnénk a hátteret, és a háttérnek a pozícionálását az pedig százalékban fogjuk megadni. Megadjuk, hogy 95% és 50%. Ha most megnézzük, akkor elvileg úgy fog kinézni a menüpontunk, hogy itt megjelenik ez a pici nyilacska, és azért így fog megjelenni, mert bal oldalról számol nekünk 95% távolságot, fölülről pedig 50% távolságot, tehát függőlegesen pontosan középre fog kerülni. Ahhoz, hogy észlelni tudjuk azt, hogy hol végződnek az egyes menüpontok, megkeressük a menüponton belüli ellitegeket, tehát megkeressük azt, hogy menü elli, és ráteszünk egy margin right-ot jobb oldalra, egy 1 pixeles margin. Ebben az esetben egy 1 pixeles eltartást fogunk kapni a menüpontjaink között, és ilyenkor már is látni fogjuk azt, hogy 95%-ra lett pozícionálva balról ez a pici nyilacska, fölülről pedig 50% távolságra található. Picit dizájnoljunk még a menüpontjainkon, adjunk rá először is egy lekerekítést az egyes sarkaira, de a lekerekítést azt úgy csináljuk meg, hogy csak a két felső sarka legyen lekerekítve. Ez ugye egy olyan beállítás, ami nem fog működni Internet Explorer alatt, de elvileg ez nekünk nem fog problémát okozni, a használhatóságot nem fogja befolyásolni. Akkor megadunk egy olyat, hogy border top left radius, tehát ez lesz a bal felső sarok, ráteszünk egy 10 pixeles lekerekítést, leduplikáljuk, és a leftet azt kicseréljük right-ra, és ebben az esetben elvileg akkor a két felső sarka szépen le lesz kerekítve a menüpontoknak. Ha ezt most megnézzük Google Chrome-ba, akkor ugyanezt az eredményt fogjuk kapni. A 8-as IA alatt azonban nyilvánvalóan nem fog működni ez a beállítás, de ezzel mi most nem foglalkozunk. Szebb lenne, hogyha a menüpontokat úgy csinálnánk meg, hogy egyforma szélességűek legyenek. Tegyünk rá mondjuk egy 140 pixeles szélességet, tehát az egyes ellitegeknek a szélességét azt nyomjuk föl 140 képpontra. Ekkor ugye egyforma lesz a szélességük, viszont nem lesznek középen a menüpontok, úgyhogy szükségünk lesz a Text Align Center beállításra is, ahhoz, hogy a menüpontokat középre zárjuk. Már majdnem tökéletes az eredmény, viszont hogy használjunk egy kis CSS 3-as beállítást is, alkalmazunk egy gradientet a menüpontok hátterére. Ezt a beállítást most csak Mozillára, illetve WebKit-es böngészőkre fogjuk megadni. Az Internet Explorer által használt speciális filterekre, illetve egyéb beállításokra most nem fogok külön kitérni. Tehát akkor először is használjuk a Mozlinár gradient beállítást, ami után ugye a zárójelben kell megadnunk az egyes beállításokat, illetve a background az lemaradt az elejéről, tehát úgy indítunk egy background, és akkor a background color-t, amit eredetileg megadtam, azt szépen átírjuk background color-ra, és akkor ez a beállítás lesz majd érvényes az Internet Explorer-re. És a Mozlinár gradienten belül pedig először is megadjuk azt, hogy top, utána megadunk egy szint, amit én most puskázni fogok, mert előre kiírtam magamnak, megadunk egy százalékot, megadunk egy másik szint, és a másik százalékot. Elvileg, hogyha nem ejtettem benne hibát, itt lemaradt egy vessző, és ha most megnézzük Mozilla alatt, akkor már is egy enyhe színátmenetet kell, hogy lássunk a menüpontok hátterében. Chrome alatt még nem fogunk látni semmit, ugye, mert a Chrome az WebKit-es böngésző, úgyhogy akkor szépen megadjuk a WebKit-es megfelelőjét is ennek a beállításnak. Azt mondjuk, hogy WebKit, gradient, és itt egy picit máshogy kell az egyes beállításokat megadnunk. Először is megadjuk azt, hogy ugye linear gradientről van szó, ezután vesszővel elválasztva megadjuk a gradientnek a kiinduló pontját, ami left top lesz, nem pedig left bottom, és utána pedig megadjuk a végpontját, ami left bottom lesz, ezután megadjuk az első szint, amiből indulunk, majd megadjuk a második szint, amiben érkezünk. A színeket azokat elegendő, hogyha most már innen átmásolom. És ha most megnézzük Chrome alatt, akkor itt is látni fogjuk, hogy milyen szép kis színátmenetet hoztunk létre. A menünk kinézete az gyakorlatilag elkészült, úgyhogy akkor térjünk rá egy pillanatra még a contentre, ami ugye egyelőre kimaradt, ahogy elnézem, tehát akkor volt egy olyanunk, hogy content. A contentnek a háttérszínét azt határozzuk meg valamilyen szürkés színbe, legyen mondjuk 89-89-89. A betűszint azt állítsuk rajta fehérre, adjunk rá egy 20 pixeles paddinget. Nézzük meg először is, hogy hogy néz ki, mielőtt nagyon messzire mennénk. Oké, és akkor adjunk rá erre is lekerekítéseket, de a bal felső sarkát azt értelemszerűen nem kerekítjük le, ugyanis úgy fog jól kinézni, hogyha szépen átmegy, és a menü fogja neki megadni ezt a bal felső lekerekítést. Korábban már csináltam itt ugye egy
lekerekítést, azt megkeresem és azt fogom átmásolni. Content, bemásoljuk. A bal felső oldalt azt nekünk ugye nem kell lekerekíteni, viszont a border button left-et azt igen, és a border button right-ot is le kell, hogy kerekítsük 10 képponttal. Ha most megnézzük, akkor szépen le lesz kerekítve mind a három sarka, a negyedik az pedig megmarad egyenesnek. Ezzel nagyjából végeztünk az oldal kinézetének a felhúzásával, megnézzük mind a három böngészőben. Ilyen alatt ugye ne várjunk túl nagy csodákat, a gradientek, illetve a lekerekítések nem fognak működni. Viszont annyit még csináljunk meg, hogy egy 1 pixeles eltartást azért rakjunk be a menü, illetve a content közé. Tehát, hogyha egy picit felnagyítjuk a böngészőt, akkor talán jobban látszik, hogy ide is kellene egy 1 pixeles eltartás. Ezt több helyre is rátehetjük, tegyük rá mondjuk a contentre, adjunk rá mondjuk egy margin topot, legyen 1 pixel. Ebben az esetben itt megkapunk egy 1 pixeles eltartást, és akkor mehetünk tovább. Következő lépésben akkor meg fogjuk írni a jQuery-t, ami a menüpontoknak a megjelenítését fogja végezni. Itt korábban már ugye behúztam a jQuery-nek a legfrissebb verzióját, és ezután akkor ide a fájlon belül fogjuk szépen megírogatni a szükséges kódokat, nem fogunk most külön fájlt létrehozni. A szokásos document ready functionnel kezdünk, tehát megvizsgáljuk, hogy minden betöltődötte, minden a helyén van, és csak ezután fogjuk elkezdeni az eseményeket vizsgálni. Csinálunk egy konzol logot, és azt mondjuk, hogy ready. Ezt csak azért szoktam megcsinálni, hogy biztosan lássuk azt, hogy a jQuery működik, illetve hogy nem ejtettünk semmilyen hibát. Előhozzuk a konzolt, Firefoxban is. Frissítünk egyet, és itt látjuk, konzolon megjelent a feliratunk, hogy ready, tehát a jQuery betöltődött, és akkor elkezdhetünk ténylegesen kódolni. Az almenünek a működését úgy gondoltam, hogy akkor fognak megjelenni, amikor rákattintunk az egyes menükre, ekkor fog nekünk lenyílni az almenü, eltűnni pedig úgy fog, hogyha az egeret kimozgatjuk az almenünek a területéről, tehát kattintással nyílik le, és amikor elmozgatjuk róla az egeret, akkor tűnik el. Ehhez nyilvánvalóan szükségünk lesz arra, hogy vizsgáljunk egy kattintást. Először is szelektáljuk ki azt az elemet, amelyiken a kattintást vizsgálni fogjuk. Ez nyilvánvalóan az ULM belüli, illetve a menü azonosítójú ULM belüli div lesz, mert ugye div tagek közé tettük azokat a menüpontokat, amelyeknek van almenüje, és az ezen történt kattintásokat fogjuk vizsgálni. Ezt a konzol logot szépen áttesszük most ide a klikken belül, ezzel fogjuk tudni azt ellenőrizni, hogy valóban megtörténik-e a kattintás, illetve nem vétettünk-e továbbra se hibát. Frissítünk egyet, és már is látjuk, hogy valami hiba történt, mindjárt megnézzük, hogy mi a gond. Mindössze annyi, hogy lehagytam a függvényt, tehát a klikken belül nekünk egy functiont azt még be kell iktatni, ez sajnos kimaradt közben. És akkor még egy kapcsoló zárójelre szükség lesz, és ezt a kapcsoló zárójelet még le kell, hogy zárjuk. Ha most megnézzük, akkor elvileg már stimmelnie kell, tehát ha most frissítünk és kattintunk egyet, akkor meg fog jelenni az, hogy ready, és elvileg minden kattintáskor le fog futni ez a kódrészlet, amit a klik eseményen belül létrehoztunk. Ezt a részt egyelőre csak kommentezzük ki, tehát ne vegyük ki véglegesen, ki tudja, mikor lesz még rá szükség, hogyha esetleg debugolni kell, vagy bármilyen egyéb probléma keletkezik. Az első dolgunk az lesz, hogy amikor rákattintunk az egyes menüpontokra, akkor ezt a pici nyilat ki fogjuk cserélni a felfelé mutató változatra. Ehhez először is akkor kapjuk el azt a divet, amelyiken a kattintás történt. Ezt ugye itt már megtettük, tehát a diszzel rá fogunk tudni mutatni arra a divre, amelyiken kattintottunk. És nincs más dolgunk, mint hogy egyszerűen hozzáfűzzünk a CSS-sel bizonyos dolgokat, illetve nem is hozzáfűzni fogunk, hanem lecserélni. Mégpedig a background image lesz az, ami meg fog változni. És vesszővel elválasztva fogjuk megadni azt, hogy ugye ugyanúgy URL fog maradni, csak nem az arrow up, hanem az arrow down lesz az, ami háttérképként be fog kerülni ebben az esetben. Elvileg, hogyha most rákattintunk, akkor le kellene, hogy cserélje a képet, de valami nem stimmel. Mindjárt megnézzük, hogy mi lett a hiba. Mégpedig, ja igen, tehát nem down, hanem up. Ugye az alapértelmezett az arrow down, és nekünk az arrow up az, amire szükségünk lesz. Tehát, hogyha most rákattintunk erre a menüpontra, akkor kattintással le fogja nekünk cserélni az arrow up.png-re a háttérképünket. Ezzel kész is vagyunk az első lépéssel. Ezután már csak egyetlen dolgunk van, mégpedig azt, hogy szépen előhozzuk az almenünket, amit szintén a diszzel fogunk indítani.
és azt mondjuk, hogy feljebb megyünk egyet a parenttel. A parenttel fogjuk megkapni az adott elemünknek a szülőelemét, ami azt jelenti, hogy most egy diven belül vagyunk, illetve bent vagyunk az ULM-ben, a menün belüli diven vagyunk, és ha egyel följebb megyünk, akkor meg fogjuk kapni ezt az LI elemet. És ezen az LI-n belül meg kell, hogy keressük az UL teget, tehát ezt a teget. Ezt a find-al fogjuk tudni megtenni. Megkeressük az UL teget, és nem csinálunk semmi más, csak egyszerűen egy slide down-nal elő fogjuk szépen hozni. Nyomunk egy slide down-t. A slide down-nak több beállítási lehetősége van, mi most azt fogjuk megadni, hogy slow. Ha nem elítettem semmilyen hibát, akkor elvileg szépen meg is fog itt nekünk jelenni a menünk. Azt, hogy néz ki, azt egyelőre hagyjuk, majd későbbiekben fogunk rajta alkalmazni különböző CSS beállításokat. Tehát ott tartunk, hogy megjelent a menünk, és azt szeretnénk, hogyha egy mouse out eseményre eltűnne, amit úgy fogunk megvalósítani, hogy nem a mouse out-ot fogjuk erre használni, hanem a hover beállításnak fogjuk a második állapotát igénybe venni erre a célra. Tehát ugyanúgy indítunk, mint eddig, azt mondjuk, hogy parent, amivel ugye ismételten följebb mentünk egyet, és nem a clicket, hanem a hover eseményt fogjuk vizsgálni. És ezen belül pedig két függvényt fogunk megadni. Az első függvényünk lenne ugye a mouse over, ami ugye most nem játszik szerepet, mert kattintásra nyílt le a menünk, és nem pedig mouse overre. És a második függvényen belül fogjuk megvalósítani a menünknek az eltűnését. Szintén a diszel fogunk indítani, parent, szépen megkeressük az UL-t, ugyanúgy, mint az előbb. Igazából a legegyszerűbb, hogyha lemásoljuk egyszerűen ezt a sort, és a slide down-t azt egyszerűen kicseréljük slide up-ra. Ha most megnézzük, és azt mondjuk, hogy legördítjük a menünket, aminek elvileg működnie kellene, de valamilyen hiba történt. Itt azonban még lemaradt egy zárójel function után, tehát most frissítünk egyet. Akkor rákattintunk, akkor ugye megjelenik a menünk, és amikor az egérrel elmozgunk a menü fölül, akkor szépen el fog tűnni. Megnézzük a másik menüpontunkat is. Itt is működőképes az eredmény. Már csak egyetlen dolgot kell a jQuery-vel megcsinálnunk. Ugye, amikor alapértelmezés szerint megjelenik a menünk, akkor lefelé mutat ez a nyíl, amikor rákattintunk, akkor fölfelé mutat, amikor eltűnünk az egérrel, akkor viszont nem változik meg az állapota. Éppen ezért, amikor a hover eseményt kezeljük, akkor vissza kell, hogy állítsuk a background image-et, tehát kimásoljuk ezt a sort, és az arrow up-ot ismételten átírjuk arrow down-ra. Ha most kipróbáljuk, és kimozunk az egérre, akkor ismételten vissza fogja nekünk állítani. És akkor valamit még ugye nem stimmel, valószínűleg az a probléma, hogy a this.css az ugye most nekünk ebben az esetben nem jó, mert a parenttel följebb kell, hogy menjünk egyet. És itt szintén ki kell, hogy válasszuk a find-dal azt a divet, amelyiken szeretnénk a hátteret visszaállítani. Remélem, hogy ez így most jó lesz. Tehát most rákattintunk, akkor lenyílik a menünk, és amikor elmozgunk róla az egérrel, akkor pedig ismételten vissza fogja nekünk állítani ugyanazt a háttérképet, ami eredetileg volt. A következő lépésben azt fogjuk beállítani, hogy amikor az egyes menüpontok fölé mozgunk, akkor ne tolja le a tartalmunkat. Ehhez ismételten a CSS-ben kell egy kicsit válkálnunk, mégpedig a position lesz az, amit meg kell, hogy adjunk. A position pedig az egyes almenüpontokra kell, hogy megadjuk, amit ugye az UL-ekkel fogunk megkapni, tehát ezekre tegyünk rá egy position relatívot, illetve abszolútot. Relatívan nem mennénk most túl sokra. Ha most kipróbáljuk az eredményt, akkor a menünk az már is itt fog megjelenni a menünk alatt. Azonban néhány beállítást még felül kell, hogy bíráljunk, ugyanis nyilvánvalóan nem azt szeretnénk, hogyha az egyes menü almenüpontok egymás mellett jelennének meg. Éppen ezért tovább menjünk egy picit, és akkor az egyes LI-ket az almenükön belül fogjuk még dizájnolgatni egy picit, tehát a float tulajdonságot ezt először is kikapcsoljuk. Ezzel úgy elértük azt, hogy az egyes almenüpontok azok egymás alatt jelenjenek meg. És akkor beállítjuk azt, hogy legyen ennek is egy szép háttérképe. Volt ugye egy harmadik állapota ezeknek a nyilacskáknak, amit én mutattam az elején, és az arrow right volt az, amelyik egy pici jobbra mutató nyilacskát fog megjeleníteni. Beállítjuk, hogy ne ismételgesse a hátteret, kiválasztunk rá egy szép szürke szint, legyen mondjuk a 3F. Pozícionálni úgy fogjuk, hogy bal oldalról fogunk 5%-ot,
bejebb ugrani, fölül pedig 50%-ot, tehát középre fog kerülni a nyilacskánk. Ha most megnézzük az eredményt és legördítjük az almenünket, akkor már is látni fogjuk, hogy itt megjelenik ez a pici jobbra mutató nyilacska, és a menüpontok háttere pedig szürkére változott. Nem szeretnénk azonban, hogy az almenüpontok is lekerekítettek legyenek, éppen ezért szükségünk lesz egy olyan beállításra, amivel a border radius-t azt egyszerűen kikapcsoljuk. Tehát azt mondjuk, hogy border radius 0. Ha most megnézzük, akkor már is egy szögletes sarkokkal rendelkező almenüt fogunk kapni, aminek az egyes menüpontjai középre vannak igazítva, és hogy akkor teljes legyen az élmény, az egyes almenüpontokra tegyünk rá egy hover effektet, tehát az LI-n belüli, UL-en belüli LI, ezekre tegyünk egy hovert, és tegyünk rá erre is akkor egy hátteret. Szükségünk lesz, hogy megadjuk ugyanezt a hátteret, ami itt van, csak a háttér színét azt cseréljük ki valami másra, legyen például fekete. Nézzük meg, hogy akkor ez hogy fog kinézni. Tehát akkor egy fekete háttérszint fogunk kapni az egyes menüpontjainkon, amikor fölé mozgunk. Megfeledkeztem a hover effektről a sima menüpontoknál. Itt is azért meg fogunk adni rá valamit. Tehát a menükön belüli, LI-ken belül is fogunk egy hovert megvalósítani. Ennek is lesz egy háttérszíne, ami egy sötétebb lilaszínnek kellene, hogy legyen elvileg. Tehát ha most frissítjük, akkor az egyes menüpontok fölé mozgatva az egeret, mindegyik menünek meg fog változni a háttérszíne, és amikor legördítjük az almenüt, akkor pedig fekete hover effektre fog változni ez a lila beállítás. Keressünk még egy-két bekezdésnyi szöveget, ez csak azért, hogy a tartalomnak a magassága az kicsit tovább nyúljon, tehát hogy a menüt tudjuk ellenőrizni, hogy minden megfelelően jelenik-e meg. Ezzel lényegében elkészültünk, még néhány apró beállítást azért megadunk, hogy teljes legyen a végeredmény. Megkeressük mondjuk a contentet. Contenten belüli egyes pétegekre beállítjuk, hogy legyen egy nagyobb sor köz, tehát a line height-ot felnyomjuk mondjuk 18 képpontra. Beállítunk egy text align-t, az legyen sor kizárt, tehát beállítjuk a justify-t. Beállítunk egy margin-t, legyen mondjuk 10 pixel köztük az eltartás. És akkor a div-en belül van nekünk ugye, illetve a contenten belül van egy H1-es tagünk, erre adjunk meg egy másik betűtípust. Adjunk meg rá valami nagyobb betűméretet, legyen 30 képpont, és akkor alatt adjunk meg egy 20 pixeles eltartást, csak azért, hogy valahogy kinézzen a történetünk. És akkor még annyit csináljunk meg, hogy alkalmazunk mondjuk egy box shadow-t a contentünkön, hogy legyen valami CSS3-as beállítás is még a dologban, tehát keressük meg a contentet, és akkor alkalmazunk rajta egy box shadow-t, ennek a mértéke legyen mondjuk 2 pixel, balra 2 pixel, jobbra 2 pixel, lefelé 2 pixel, és 2 pixeles kiterjedése legyen, adjunk rá valamilyen szürke szín, 7-8-7-8-7-8, nézzük meg az eredményt, tehát egy pici halvány árnyékot adtunk meg contentünk mögé, és akkor utoljára még egyszer ellenőrizzük, hogy a menünk az megfelelően működik-e. Annyit talán még állítsunk be, hogy az almenüknek a betűmérete az legyen egy picivel kisebb. Az almenüket ugye ott találjuk, hogy LI, igen, és akkor a font size ebben az esetben legyen mondjuk 12 képpont, és akkor ismételten teszteljük. Az elem kivizsgálásával meg is tudjuk akkor vizsgálni, tehát hogyha nyomunk rá egy kivizsgálást, akkor ennek a betűméretét látni fogjuk, hogy 12 pixelre változott. Ha igazán tökéletes eredményt szeretnénk, akkor még annyit megtehetünk, hogy mikor rákattintunk az egyes menüpontokra, akkor látjuk, hogy itt innen hiányzik egy 1 pixeles eltartás, ugye, mert itt van egy 1 pixeles borderünk, viszont ez ilyenkor eltűnik. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy megkeressük szépen a menüt, illetve az almenünket, ami a menün belüli UL lesz, és erre teszünk egy margin topot, illetve nem is margin topot, hanem border topot, ami szolid lesz, és nem lesz semmilyen színe, tehát transzparens beállítást fog neki megadni, transzparent. Ebben az esetben fogunk kapni egy 1 pixeles eltartást itt is, és sokkal szebben fog kinézni a menünk. Azért a border beállítást használjuk, mert hogyha margint használunk, akkor itt lesz egy 1 pixel, amivel már is kilógunk az almenünkből, és ebben az esetben, hogyha pont ott áll meg az egerünk, akkor azonnal el fog tűnni a menü, mert ugye az megfelelne egy mouse out eseménynek. Ez elvileg nem okozna problémát, de az Internet Explorer-en is sose lehet tudni, úgyhogy jobb az ilyesmit elkerülni, és inkább egy átlátszó borderrel hidaljuk át ezt a problémát. A végeredményt akkor teszteljük Google Chrome alatt. Négyes Firefox alatt,
És akkor utoljára pedig megnézzük Internet Explorer alatt, aminek jelenleg a 8-as verzióját használom. Ennél ugye már van újabb verzió, ahol valószínűleg működne a legtöbb CSS 3-as beállítás, de azt mint tudjuk, nem működik csak az újabb Windowsok alatt, úgyhogy ki tudja még mennyi idő, mire szélesebb körben el fog terjedni. Vessünk még egy pillantást akkor utoljára kódunkra, a CSS nem igényel különösebb magyarázatot, a jQuery sem volt egy nagyon bonyolult történet. Először is ugye annyit csináltunk, hogy a menün belüli divben vizsgálunk egy klik eseményt, az egész ugye erre van kihegyezve. Amikor megtörténik a kattintás, először is lecseréljük az arrowdown.png-t az arrowup.png-re, ez az első. Ezután szépen megkeressük az almenünkön belüli UA-t, ehhez ugye a parenttel egyen följebb ugrunk. Erre ugye azért van szükség, mert a div van kiválasztva, ugye ez a div, és hogyha diven belül mennénk, akkor ott nyilván nem találnánk meg az ellit, illetve az UA-t. Ezért egyen följebb ugrunk a parenttel, és az ellin belül pedig a find-on megkeressük az UA-t. Az UR-re nyomunk egy slide down-t, ezzel fogjuk azt elérni, hogy szépen lenyitja nekünk a menüt. Ezután pedig a hover eseményt fogjuk vizsgálni, aminek először megadunk egy üres függvényt, ez lenne ugye a mouseover esemény. A második függvény pedig a mouseout esemény, ehhez pedig meg fogjuk először is azt adni, hogy visszaállítjuk a háttérképünket, tehát az arrowup.png-t azt lecseréljük arrowdown.png-re, és ugyanazt, mint az előbb, egyszerűen csak nem slide down lesz, hanem slide up, és ezzel fogjuk szépen eltüntetni az almenünket.